Srácok, végre sikerült elérjem a Mythic rangot Brawl Stars-ban, mindezt randomokkal. Tudom, hogy ez sokatoknak nem nagy szó, és biztos sokatok már bőven Mythic-en túl is van akár, de én alig egy hónapja kezdtem el újra játszani ezt a játékot, szóval én egészen büszke vagyok magamról, hogy ezt sikerült elérjem. Ja, egyébként srácok, több mint a 83%-otok nincs feliratkozva a csatornára, szóval légy szíves, fejeljétek meg azt a feliratkozás gombot, hogyha tetszenek a Brawl Stars-os tartalmak. Azt tudni kell egyébként, hogy én a szezon első 1-2 napjában fölmentem Diamond 1-be, és onnan teljesen elfeledkeztem a rankedről, és egyáltalán nem játszottam. Majd kb. A szezon vége előtt 3 nappal elhatároztam, hogy na én most föl fogok kocogni Mythic-be. Igen, ám ez szép és jó, csak rájöttem, hogy ez nem pontosan úgy fog történni, ahogy én azt elterveztem. Az elején Dia 2-ben még úgy, ahogy könnyen fel tudtam menni, viszont ott kezdődött el a több napon át tartó szenvedés. Win, lose, aztán 3 lose egy húzamba, 2 win, megint win, lose, ez ment folyamat, és végül mindig ott tartottam nap végére, ahol aznap elkezdtem. Természetesen magamba kezdtem el keresni a hibát, és elkezdtem böngészni a YouTube-ot, és guide videók után kutattam, hogy mégis mi lehet az, amit én rosszul csinálok. És az első dolog, amire rájöttem, és egy hatalmas hiba volt, amit elkövettem, hogy pikkelésnél mindig a csapathoz és az ellenfélhez igazodva pikkeltem brawlert. Tegyük fel, az ellenfelem pikkelt egy brawlert, és tudtam, hogy a Larry and Lori az tök meta, és hogy tökre jól tudnám counterölni vele az ellenfelet. Igen ám, csak nem tudok vele játszani. Közöm sincs a Larry and Lori-hoz. Folyamatosan olyan brawlereket hoztam, akik amúgy jók az adott pályára, meg az adott ellenfelek ellen is jók, de én nem tudok velük játszani. Szóval elkezdtem kizárólag csak Power 11-es, Hypercharger-os brawlereket hozni, amikkel tudom carryzni a meccset, ugyanis nem szabad a csapattársakra hagyatkozni, ők valószínűleg nem fogják carryzni a meccsedet. Persze voltak ritka esetek, hogy én voltam carryzve, de az tényleg a nagyon ritka esetek közé tartozott. Nálam ezek a carry brawlerek, ezek a Piper volt, a Leon, az Angelo, meg Cordelius. Ezzel a 4 karakterrel játszottam, már ha nem bannolták ki, vagy pikkelték előlem, hát akkor nyilván hoztam mást, de hát nem hoztam olyan brawlert, amivel nem tudok játszani, és mondjuk nem játszottam még vele egy percet se. És ezeknek a kis carry-knek meg is lett az eredménye, és fel tudtam menni Diamond 3-ba, ez volt tegnapi nap folyamán. Viszont ugye a tegnapi nap folyamán is az volt, hogy fölmentem Diamondba, majd egy 4 óra játék után újra Diamond 2-be találtam magamat. Volt, hogy 2 win-re voltam egyébként a Mythic-től, és olyan társakat kaptam, akik a játék elejétől kezdve, tehát még egy kör sem ment le, ott ültek a spawnon, és egymást lőtték. De nem értem, az ilyenek miért lépnek be rankedbe, meg miért van egyáltalán telefonjuk? Fú, de fölcsesztem magam. Be is addoltam őket, hogy én majd most rájuk írok. Nem addoltak vissza. Le akartam írni nekik, hogy ennyi srácok, ilyet ne csináljatok. De végül, mikor már csak egyetlen egy win-re voltam a Mythic-től, elhívtam 2 klántársamat, név szerint Mr. Trash-t és Falcont, hogy csináljuk meg ezt a 1-2 win. 99 pontra voltam a Mythic-től, 75-öt adott. 75-öt. 75-öt. Volt olyan egyébként, hogy 55-öt kaptam egy winért, és 95-öt vont le egy loser. Na ott is ott tartottam, hogy szétfejelek valamit. Valószínűleg ez annak volt köszönhető, hogy sokat buktam előtte, és ilyenkor kevesebb elót ad, vagy nem tudom, nem értek hozzá. De mikor már csak ténylegesen egy winre voltam a Mythic-től, sikerült. És még star player is lettem. Szóval tökéletesen zárult ez a történet. A szezon előtt alig egy nappal sikerült elérjem a Mythic-et. Amúgy lényegében ahhoz képest, hogy kb. Összesen 4-5 napot rankedeztem a szezonba, randomokkal elérni a Mythic-et szerintem azért nem olyan rossz, de a következő szezonban megnézem azt, hogyha tényleg egész hónapban rankedezek, mondjuk minden egyes nap, akkor meddig tudok feljutni. Mert mondom, ez most csak 5 nap volt. Tehát 5 nap randomozás volt lényegében. Ja, és egyébként a Legendary Stardrop-ból pedig ez jött, igazából ezt telefonnal tudtam csak fölvenni. Hát jött egy Bibi Hypercharge. Szóval itt tökre boldog voltam. Igaz, Bibivel meg se vagyok 9-es poweren, nem is játszok vele soha, de legalább van. Na de, be is lépek a játékba, ugyanis valamit kéne csinálni. Amit látjátok, meg lesz végre az NPC Spike. Én is egy NPC leszek, aki csak dobálja a szarokat. Fúj, de gyűlölöm a Spike-okat, ezért fogom kiszedni. Ugyanis bejött egy olyan offer, hogy 1500 forintért tudsz venni 1500 kreditet. Hát szerintem megérte. Azért a játékban a Brawl Pass-en kívül elég nehéz kreditet gyűjteni, szóval most 1500 forintot rászántam, és nézzétek meg, annyira szép, gyönyörű, Mythic, végre Mythic, el se hiszem. Kövi szezonban megszerzom a Legendary-t. Amúgy, hogyha egész hónapban játszani fogok a játékkal, és nem csak 3-4 napot, akkor nem elképzelhetetlen, szerintem. Már csak egy nap van hátra a szezonból, holnap után jön a Brawl Pass, valószínűleg azon a héten egyébként, vagy ezen a héten csütörtökön nem biztos, hogy fogok tudni videót készíteni, ugyanis ki fogják húzni 2 fogamat. Szóval nem leszek túl jól, de megpróbálok. Pont csütörtök reggel, szóval nem fogok tudni videót csinálni a Brawl Pass-ről, de meglátjuk. Meglátjuk majd. Szerintem a mai videóban én ismételten megpróbálkozok ezzel a Godzilla City Smash-sel, de amint láttam, van benne 2 bug,
ami eléggé játszhatatlanná teszi ezt a játékot. Azt hiszem, mi a neve annak a karakternek? Az, hogy Max sincs. Mi a neve? Grey. Tehát a Grey-jel van egy bug, hogy be tudod búhatatni a Godzillát, illetve az Otisszal is van azt hiszem egy bug, miszerint a Godzillának a lövése az a gadgetje a izének, Otisznak. Értitek? Tehát amit a Godzilla lő, az mindegy Otis gadget. Tehát elég beteg, de hát nézzük, ha reméljük nem találkozunk ilyen buggal, én szerintem rikózni fogunk, és megpróbálok kevésbé idegesebben játszani, mint tegnap. Nem akarok Godzilla lenni. Amúgy azt néztem, hogy Godzillával lenni nem a legmetább. Tehát oké, robbangat meg minden. Menj már innen, hülye gyerek. Amúgy ez mekkora, figyeljétek, oda beoltizok, és ott végig fog pattogni. Bam, 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 bam. Óriási. Nyerhető a game, srácok. Bukhatatlan. Ah, bukható. Hogy vagyunk már 77%-on? Valamit csináljatok, srácok. Nagyon erős ide a Riku. Rohadt erős ide a Riku. Nézd, hogy pattog. Ha szétpattog a világ. Pak, 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 pak. Azt nézzétek. Á, nagyon jó ide a Riku. Hogy pattognak a labdák, kis gojszlikák. Hess innen, Godzilla, hess. Jó, hát ez eléggé jól állunk egyelőre. Az, hogy Godzilla, nézzétek meg, az enemy Godzilla minket akar fájtolni. Ez a legnagyobb hiba, amit elkövethet. Tehát a Godzilla-nak pont előre kéne mennie, nem? Közben önne sem vagyok a képben rendesen. Á, nem leszek Godzilla. A Godzilla-val jönni nem jó, mert lassú. Tetű lassú szegény. Aj, 33% valahogy legyen meg. Innentől közben nem is kell foglalkozni, srácok, az enemivel. Csak ezeket a rohadt falakat kell lőni. Úgy. 18% bukhatatlan. Úgy is van, nyomod, 6%. És kész is vagyunk. Sűna. Gyerünk, lőjük már szét. 1%, hol az az utolsó egy fadarab, ott van. És intéztük, végre nem egy bukóval. Kezdjük a játékot, óriási. Látjátok, és nem is veszik fel a csapattársak a Godzillát, szóval ők tudják, hogy ez nem a legjobb dolog. Végre normális társakat kapok. Akkor a Godzillával csak hátrányba érzem magamat. Oda nézzetek, mit művelnek a magyarok? Nagyon OP a Rikó, nagyon OP. Meg is öltem a gyereket. Csóri kúsza labda eltalálta a hülye fejét. Azt figyeljétek, 29-en vagyunk. Hát én nem is foglalkozok az enemivel. Csak szét kell bombázni a falakat. Ajaj, most ők is nagyon belendültek. Valamit csináljunk. Valami történés. Majd én akkor intézem. Ne bukjuk el! El ne bukjuk. El fogjuk bukni. Mama. Szét fogok valamit fejelni, de nem leszek ideges. Megígértem, hogy nem leszek ideges. Hogy tudtuk ezt elbukni? Óriási labdapattogtatást láthattok. Óriási, amit művel a magyar fiú. Oda nézzetek. Amúgy ez a Riku mutáció az egyik legópébb szerintem a játékban jelenleg. Nézzétek meg. A falat ezt úgy lerombolom. Kész, vége. Ennyi volt ez a fal. Benyomunk egy gadgetet, mehetünk a kövi falra. Mondjuk itt már lassabb lesz a dolog, kivéve hogyha oda pattogtatjuk. Pak, mehet még egy gadget. Ne bukjuk el ezt is, könyörgöm, ne. Könyörgöm. Léci, én ütöm egyedül a falakat. Jó. Ezt az egész sort, ezt én jutottam le. Ezek mit csináltak a társak? Fogadjuk, hogy fájtoltak, nem baj, GG. Intéztük ezt is. Megint 12 kupa. Óriási. Na nyissuk ki azt a tojást. Gyerünk. Ja, hogy megint réért kapok. Biztos, hogy nem fog tojást venni, hogy ez ilyen szarul adja egyébként. Most elgondolkodtam, hogy én teljesen retardált vagyok. Tehát most ezt is ki kell nagyítsam, tehát hogy én itt teljesen retardált vagyok. Én itt játszom a meccseket nagyba. Nagyba játszok. De hogy minek? 2 nap múlva van csak tojás. Oh my Jesus, teljesen buta a bazsika. Tök boldog voltam, mondom, 3-ból 2-t megnyertünk. Tök sok tojást fogunk most kinyitni. Nem fogunk most tojást kinyitni, majd 3 nap múlva. Hát akkor nem is játszok tovább. Na de srácok, ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor ne felejtsetek el lájkolni és iratkozzatok fel a csatornára, a következő videóban találkozunk, írjátok le, hogy nektek milyen rang sikerült ebbe a szezonba. Na de jók lehetek, szevasztok!